elhagyott faluképét festi a vajdasági Kishegyes. A helyi vállalkozások nagy része tönkrement még a 90-es években, aki csak tehette, elhagyta a települést. Mindezek ellenére különös energiája van a falunak, ami nyaranta például ezreket vonz a Dombos Festre. A falu ilyenkor megtelik élettel, lendülettel, ezt a közösségi élményt táplálja Fontányi Andor is. Úgy, hogy helyi fiatal művészeket bemutató rendezvényeket szervez, miközben a közönség az általa készített kézműves söröket fogyasztja. Kishegyesen a falu szélén a sok elhagyott ház között az egyikben újra pezseg az élet. Tulajdonosa Fontányi Andor 2020-ban úgy döntött, felújítja a nagyszülők házát, és a helyi fiatal művészek központjává alakítja, ahol a különböző kiállításokra és rendezvényekre látogató közönség az általa készített kézműves söröket fogyasztja. Több fiatalnak adtam lehetőséget arra, hogy a munkáját bemutassa, úgy, mint kezdő zenekar, vagy mint fotóművész, vagy mint grafikus. Tehát ez is a cél, hogy a helyi értékeket észrevenni, és azokat megmutatni. A ház is a tulajdonosának söreiről, a bandi sörökről kapta nevét. Ott jártunkkor éppen egy újabb sör különlegességen, a Vörös Bandin kísérletezett a barátjával, aki hobbi szinten saját magának szeretne jó minőségű sört főzni. Az ember úgy végig gondolja, hogy mi minden vackokat megeszünk, meg mi mindenek vannak, és akkor ez így legalább tudja az ember, hogy mi van benne, vagy mit fogyaszt. Tehát mennyire természetes anyagoknál inkább úgy. Andor söreinek finom zamatját a környéken termesztett gabonafélékből nyert maláta és komló adja. Sötétebb sörei intenzívebb ízvilágukat a maláta erőteljesebb pörkölésétől és a különböző komlófajták általi fűszerezéstől kapják. Ennek is még van saját technológiája, hogy kell sört készíteni, és amikor az ember belekóstol abba, hogy lehet otthon házi körülmények között egy kis eszköz beszerzésével tényleg jó minőségű, egyedi ízvilágú kézműves sört gyártani, akkor utána nincs kedve fogyasztani más fajtát, vagy valami tömegesebbet. A sörfogyasztás varázsát pedig az adja, hogy társaságban ízlik igazán, barátok között esik jól. Időközben Andor a komlóval felfőzött sört 20 fokra hűti le, hogy beletehesse az illesztőt, és elkezdődhessen az erjesztés folyamata. A barna sör, amit először lefőztem, 2 éven keresztül csak azt készítettem, mikor utána bátorkodtam új fajtákat is kipróbálni, és akkor jött a világos, a mai bandi apa elődje, és ez nagyba fölkeltette a környezetem érdeklődését, és ez adta a lendületet ahhoz, hogy komolyabban is belevágja. Ehhez pedig törzshely kellett, és alkalmak, hogy a barátok összejöjjenek, és megkóstolják Andor sörfogyasztó ínyenceknek szánt fűztjeit. Így jött az ötlet, hogy a nagyszülők házában különböző rendezvényeket szervezenek, amelyeken fiatal művészek mutatkoznak be a szélesebb közönségnek. Az elsődleges cél, hogy egy olyan közösséget teremtsek magam köré, amit én is élvezek, mert ugye itt elsősorban a barátok jöttek kezdetben, most ez a baráti társaság is kibővült, de folyamatosan azt tartsa bennem a lendületet, meg az ad reményt, hogy egy jó dolgot csinálok, hogy az embereknek a pozitív visszajelzése. Ez alkalommal könyvbemutatóra készültek a Bandi házban, a sör mellé pedig kemencében sült házi lepint szolgálnak fel. Gyöngy is van benne, meg tej, nagyon kevés víz, liszt, só, élesztő, egy kevés cukor. A művészetek laza, otthonias hangulatú házi készítmények fogyasztása melletti élvezetének és befogadásának közösségformáló ereje is van. A városban az már természetes, hogy egy könyvbemutatónak része lehet egy DJ, egy kis borkóstoló, vagy sörkóstoló, vagy termékbemutató, tehát hogy ezek a dolgok valamiféleképpen összefüggnek, illetve kiegészítik egymást. Ez valami fantasztikus dolog, az, hogy egy ilyen relatíve kicsi közösségbe, azért így összegyűlnek az emberek, azok a fiatalok, akik innen elszármaztak, ide visszavágynak, ide visszatérnek, hogy van egy hely, ami így összegyűjti őket, szerintem ez szuper.
A Bandiház pedig mindinkább Kishegyes és környéke fiataljainak a törzshelyévé és szimbólumává válik, ahol mindig valami új és izgalmas éri őket, legyen az inni, enni, látni vagy hallani valók.